Na, sziasztok! Most már megszólalok, és hát borzalmas. Egyelőre még nem tudom eldönteni, hogy vállalom-e ezt, hogy kimenjen a YouTube-ra, hogy én ennyire elbénáztam ezt a sminket. Alapvetően szerintem a koncepció nem volt rossz. Nem volt rossz, hogy én elsatírozzam ezt a fekete szemceruzát, de aztán rámentem ebből a fekete matt szemhéjporral, és szerintem ez egy kicsit sok volt, és nagyon-nagyon maszatolódott. Így még egyébként ez a rész egészen jó. De látjátok, hogy alul is elmaszatoltam, próbáltam a korrektorral egy kicsit valamit enyhíteni, de hát nem szép, nem is előnyös, mert kb. Ilyen karikás lett a szemem, úgyhogy ti ezt ne utánozzátok le. Nem vagyok sminkes, tehát most is kiderült, hogy én csak egy ilyen hobbi szinten szeretem ezt a sminkelést, és amikor már egy ilyen bonyolultabb dolgot kell megcsinálni, az azért nekem is nehéz. Lehet, hogyha egy kicsit gyakorolnám, finomítanám, akkor jobb lenne, de hát nem tudom. Meg hogy fölvittem rá azt a zöldet, az sem lett volna rossz ötlet, csak avval még tovább maszatoltam. Úgyhogy ez egy übergáz smink lehet, úgyhogy ha fel is töltöm a videót, akkor az lesz a címe szerintem, hogy életem legbénább füstös sminkje, illetve füstös smink próbálkozás ne utánozd. Legalább van öniróniám, és legalább beismerem, hogy ez szerintem verigáz lett. Pedig egyébként maguk a termékek nem lettek volna rosszak. Ugyanis, hogyha egy ilyen puha, krémes szemceruzát használsz, és azt jól elsatírozod, elvileg akkor ennek működnie kellene. Hát nem tudom, én nekem ez már egy kicsit nehéz volt. És igazából is már nagyon-nagyon rég csináltam ilyen bonyolult, illetve durva sminket. Ugye mostanában mindig ez a nagyon natur fejem van, vagy ilyen rózsaszín kis malac. Hát nem tudom, úgyhogy ilyen lett. Ez a füstös, fekete smink, amit légyszeres ne utánozzatok le, jó? Én most el is köszönöm, hogy benéztétek ezt a videót. Légyszeres, ne próbáljátok meg így, ahogy én, vagy ha meg is próbáljátok, sokkal finomabban és sokkal puhábban, mert szerintem nagyon-nagyon-nagyon maszatoltam, és ez volt a baj. Azért ne szegje kedvetek a következő videók megnézését. Látjátok, hogy még az orromra is jutott a maszatból. Az egész szemem alatti rész körülbelül úgy néz ki, mintha bevertek volna. Gyorsan elköszönök és lemosom ezt a sminket. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!